Sziasztok, én a nézőjök, és elérkeztem a következő videóval, és még mielőtt belekezdenék a történetbe, leszögezném, nagyon-nagyon hosszú videónak nézünk elébe, ugyanis tegnap állítottam össze ennek a történetnek a dokumentumát, én mindig úgy csinálom, hogy összeszedem az információkat egy Word doksiba, és akkor úgy egybe van az összes információ, és ez összesen 20 A4-es oldal lett, szóval ne számítsatok egy rövid videóra, ugye előre nem tudom most még, mikor itt tülök, hogy hány perces lesz végül, de ti már szerintem látjátok, hogy ezért nem lesz ez egy olyan rövid videó. De mindegy is, mielőtt még belekezdenék a történetbe, el szerettem volna nektek mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon közel vagyunk a 7000 feliratkozóhoz. 6970 valamennyi, ha jól emlékszem. Hol nagyjában most járunk, és nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Eszméletlen dolog, és úristen, és mindjárt 10000-en vagyunk, már csak 3000 feliratkozó kell a 10000-hez, és az rengeteg ember, és most már tényleg nagyon ezek a videóimat. Látom, hogy mindig esetleg olyan téma van, akkor a saját véleményeteket is tök jól kifejtitek, esetleg vitát indítotok, ami tök más, mint a veszekedés, és a vita az pozitív is tud lenni. Ennek nagyon-nagyon örülök, és nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy ilyen kis közösségem van, mint ti. A mai videóban egy olyan emberről fogunk beszélni, akiről egyébként én már régebben nagyon szerettem volna videót csinálni, ugyanis ő a nagy ágyuk közé tartozik. Nagyjából, ahogy én néztem Amerikába, három ilyen nagyon-nagyon hírhet sorozatgyilkos van, akiről így átlagba így tudnak az emberek, a Jeffrey Dahmer, Richard Ramirez és Ted Bundy. Legalábbis én nagyon sokat kutatok ugye sorozatgyilkosokról, meg olvasok róluk cikkeket, meg elemzéseket, hasonlók, és őket, hármójukat, Ramirez, Bundyt és Dahmert szokták legtöbbször említeni. Ha mondjuk készül róluk valamiféle termék, valami sorozatgyilkosról, akkor általában róluk hármójukról szokott. Szóval ő benne van számomra, ahogy én látom, így a top 3-ban mondjuk Amerikában, vagy így a leghírhettebbek közt, és ehhez most pluszba hozzátett ugye ez a Netflixes sorozat is, ugye kijött Dahmerről egy sorozat Netflixen, amit én meg is néztem, viszont nem egyedül néztem, és egyébként elég sok gondolat van bennem a sorozattal kapcsolatban, és azt gondoltam, hogy azzal az illetővel, akivel én néztem, hogy csinálnék egy ilyen kibeszélő videót, vagy akár egy live-ot, és hogy lenne esetleg erre igény, ha ti megnéztétek, akkor tudnánk mondjuk így beszélgetni, nem tudom, hogy live vagy videó lenne-e, mert az illető még nem szerepelt kamera előtt, és nem tudom, hogy mondjuk, meg én sem csináltam mondjuk live-ot, hogy mondjuk egy live mennyire jó lenne rögtön így beledobni így a mély vízbe, úgyhogy én is pont akkor lettem beledobva, nem tudom, viszont a live szerintem jobb lenne, lehet videó lesz, nem tudom, de hogy egyáltalán lenne erre igény, hogy egy ilyen kibeszélőt tartsunk a sorozatról. És most jöttek ki egyébként a Jeffrey Dahmer szalagok, amit viszont nem tudtam megnézni. Ez is 10 epizódos volt ez a sorozat, ami kijött, ez is 10 óra volt nagyjából, mire megnéztem. Egy hétvége alatt lenyomtuk az egészet, mondtam, hogy nekem ez kell ez a sorozat most a videó elkészítéséhez, úgyhogy innen is nagyon hálás vagyok neked, hogy meg tudtuk nézni. Megnézte velem, mert egyébként annyira nem kedveli ezeket a típusú sorozatokat, meg filmeket, de miattam megnézte az illető. De mindegy is, szóval egyébként nagyon ajánlom ezt a sorozatot, nem láttátok, nézzétek meg, Netflixen van fönt, és akkor úgy gondolom, hogy kezdjünk is bele ebbe a jó hosszú videóba, és ti már a címből rájöhettetek, meg szerintem az előbbi, nem tudom, pár percemből is, ameddig itt eldumáltam az időt, hogy kiről lesz szó, de esetleg még valahogy még mindig nem, akkor a mai emberünk nem más lesz, mint Jeffrey Dahmer, a Milwaukee kanibál. Jeffrey 1960. május 21-én született Jeffrey Lionel Dahmer néven, Joyce és Lionel első gyermekeként, később majd születik egy öccse, akit Davidnek fognak hívni, és pár forrás azt mondta, hogy csecsemőként és kisgyermekként nagyon imádták a szülei Dahmert, és nagyon sokat foglalkoztak vele, ám néhány forrás azt sugallja, hogy igazából ez nem így történt, és több tanú is igazolja azt, hogy például az anyja
nagyon figyelemre éhes volt, és tényleg mindig azt akarta, hogy vele legyen foglalkozva, ő legyen a figyelem középpontjába. Gyakran vitatkozott a férjével és a szomszédaikkal is. Amikor Dahmer első osztályos volt, akkor az apja nagyon sokat volt távol az egyetemi tanulmányai miatt, és az édesanyja sem szentelt elég sok időt Dahmernek, hogy legalábbis annyit, amennyire szüksége lett volna, ugyanis hipohonder volt és depresszióban is szenvedett, egyre több időt töltött ágyban, és volt egy olyan alkalom is, mikor Equanillal próbált meg öngyilkosságot megkísérelni. Ez egy ilyen vegyület, ami igazából az agyat támadja meg, de ez nem sikerült neki. Később Dahmer azt nyilatkozta, hogy amikor ilyen kisebb volt, akkor egyáltalán nem érezte magát olyan biztosnak ebbe a családi körbe, és nem érezte szilárdnak ezt a családi összetartást, és következtetésképpen igazából igaza volt Dahmernek, ugyanis egyik szülő sem szentelt elegendő időt a fiának. Dahmernek sok emléke van a családi vitákról, feszültségről, ami nagyon kiskorában is már elkezdődött, és ezek egész felnőtt korát végigkísérték, ezek az emlékek. Dahmer eleinte egy energiával telt, energikus, boldog, izgőmozgó gyerek volt, viszont a negyedik szülőnapja előtt átesett egy kettős érv műtéten, ami után nagyon megváltozott a viselkedése, egy ilyen extrovertált, örökmozgó, energikus, boldog gyerekből egy ilyen félénk visszafogott kisfiú lett, és igazából nagyon ezzel a szülők nem is tudtak mit kezdeni. Az általános iskolában a tanárok azt mondták, hogy azt vették észre Dahmeren, hogy nagyon megviseli őt az apja távolléte, illetve az anya betegség. Így elhanyagolják a fiúkat. Ez az állapot csak rosszabbodott, mikor Dahmernek megszületett az öccse, vagy legalábbis már akkor, amikor az édesanyja terhes lett a második gyerekével. Ennek ellenére, hogy Dahmer ilyen visszafogott és visszahúzódó volt, néhány barátja volt azért az általános iskolában. 1966. októberében a család elköltözött az Ohio állambeli Dolstonba, és ez év decemberében megszületett Dahmer öccse, róla már egy többször beszéltem, és egyébként Dahmer választhatta meg az öccse nevét, és végül a David nevet választotta neki. Ebben az évben szerezte meg Lionel ugye az édesapja a diplomáját, és analitikus vegyészként kezdett el dolgozni, szintén az Ohio állambeli Akronban. Dahmert kisgyermekként is érdekelték a halott állatok, és hogy velük mi történik, mit lehet velük utána csinálni, meg hasonlók, szóval már kisgyerek korábban is vonzódott az állattetemekhez. Először az apja, Lionel ott vette ezt az egész imádatot észre, akkor egyszer állatcsontokat szedett ki a házuk alól, gondolom bement valami mennyét, vagy nem tudom, és nem tudott kijönni, és ott sajnos elhunyt, és ez Dahmer látta, és izgalomba hozta a csontoknak a hangja, a látványa, teljes extázisba került. Az incidens után Dahmer többször is mondjuk lement a ház alá, és próbált állatcsontokat keresni, és a környéken is próbált ilyesmiket keresni, és élő állatokat is elkezdett tanulmányozni, de úgy, hogy megnézi nagyjából, hogy hol vannak a csontjaik, próbált összekötni a csontvázat, és az élő állatot, hogy mi hol található abban a kislényben. 1968-ban a család újra költözött, szintén az Ohio állambeli Summit megyébe, Bath Townshipbe, ez két éven belül volt már a harmadik címük a családnak, annyit költöztek, és ez egy ilyen másfél hektáros erdőn feküdt ez a ház, és nem messze a háztól volt egy kis kunyhó. Dahmer előszeretettel gyűjtögetett rovarokat, ilyen nagyobb rovarokat, mondjuk szitakötőket, illetve kisebb emlősöket, mint például a mókusok, és ezeket ilyen formaldehides tégelyekbe tárolta. Két évvel később volt egy olyan alkalom, amikor csirkét vacsorázott a család, és Dahmer feltette azt a kérdést az apjának, hogy mi történne, ha a csirkecsontokat fehérítőbe raknák, és az apukája igazából ezt egy pozitív érdeklődésnek vette, örült, hogy a fia érdeklődik a tudomány felé, értékelte a tudományos kíváncsiságát, úgyhogy elmagyarázta neki, és meg is mutatta, hogy hogy lehet a csontokat fehéríteni. Úgyhogy elmagyarázta a fiának, hogy hogy lehet biztonságosan a csontokat fehéríteni és tartósítani, illetve tárolni. Ezeket a technikákat később Dahmer a boncolásai során alkalmazta, de például már olyan állatokat is felboncolt, amiket mondjuk az útszélén döntöttek el, tegyük fel mondjuk szarvas, és egyre durvább dolgokat csinált. 75-ben volt egy olyan incidens, hogy Dahmer áthívta az egyik barátját tréfából, és az volt a tréfa része, hogy ő egy kutya tetemét lefejezte,
szegezte, és azt egy fára szegezte, és azzal próbálta megtréfálni a barátját, hogy ezt együtt véletlen találták meg, miközben ő tudta jól maga, hogy igazából ezt ő csinált, és kíváncsi volt arra, hogy hogy reagál erre az ő barátja, és ő is úgy csinált, mintha ezt ő látná először, de közben meg volt benne az érzés, hogy ezt én tettem, és nem tudja, hogy úgymond mekkora hatalom van a kezembe. Jön ebben az évben, mikor Lionel beavatta Dahmert ezekbe a tudományos ismereteibe, pontosan ugyanebben az évben elkezdte Joyce emelni a hashajtók, ekvanil és altatóknak az adagját, így még jobban leredukálta azt a kapcsolatot, amit a fiaival, illetve a férjével létesített. Dahmer a River High Schoolba járt középiskolába, és már az első évtől kitaszítottnak tekintették, 14 éves korától kezdve már mondhatni alkoholistának, már a nappali órákban is ivott a kabátjában, rejtette el a piát, és volt egy olyan incidens, amikor az egyik barátja megkérdezte, vagy osztálytársa, hogy miért iszik történelem órán is még ilyenkor is, és nem tudom, valami skótviszkit ivott, és erre azt válaszolta Dahmer, hogy azért, mert ez az én gyógyszerem. Ennek ellenére, hogy alkohol problémái voltak, nagyon csendes volt, viszont a személyzet és a tanárai egy nagyon udvarias és intelligens fiúnak jellemezték őt. Dahmer nem volt egy kiemelkedően se jó, se rossz tanuló, egy olyan átlag hármas volt, és nagyon jó teniszező volt, és egy darabig egy iskolai zenekarban is játszott. Mire Dahmer pubertás lett, rájött arra, hogy ő meleg és a férfiakhoz vonzódik. Középiskolában volt egy kapcsolata egy fiúval, vagy legalábbis összemelegedtek, de úgy hivatalosan nem voltak soha együtt, és Dahmer itt kezdett el rájönni, hogy amire ő igazán vágyik, az egy olyan férfi partner, aki felett uralkodhat, és a dominanciáját kifejezheti, és ez az illető alatta van valamivel, legalábbis szexualitásban biztos, szóval ő a domináns, ezt úgy akarom érteni. Ebben az időszakban a maszturbációs fantáziái fokozatosan fejlődtek ki, és ezek egyre jobban összekapcsolódtak a boncolással, és leginkább a mellkasra és a törzsre hegyeződtek ki ezek a fantáziák, és az volt a legeslegelső alkalom, amikor megpróbált megtámadni valakit, az, hogy neki megtetszett egy kocogó, akit nagyon sokszor látott a házuk környékén, és egyszer egy bokó bebújt egy baseball ütővel, hogy ő megtámadja azt a férfit, meg akarta erőszakolni, és igazából itt még csak ennyi volt a célja, de szexuálisan igazából ki akarta használni a férfit, viszont egyetlen egy szerencséje volt annak a futó férfinak, hogy aznap pont nem ment arra, mert Dahmer akkor állt lesben, és ezt az első alkalmat mondja annak Dahmer, amikor ma akart valakit támadni. Igazából egy ilyen osztálybohóc lett, és különböző csintevéseket csinált, meg igazából hülyét csinált magából, és ezeket nevezték úgymond Doing Dahmer jelenségnek. Ez az volt, hogy vérzést, agyi bénulást, lepsziás rohamot szimulált az iskolában és helyi boltokban, és ezzel szórakoztatta a társait, akik sokszor pénzt is adtak neki, és ezeket azért vállalta be, hogy ebből a pénzből ő alkoholt vehessen magának. 1977-re Dahmer jegyei elkezdtek romlani, és a szülei magántanárt fogadnak neki, ám több-kevesebb sikerre, és ugyanebben az évben kezdett megromlani a házassága a szüleinek is. Megpróbálták megoldani, tanácsadásokon vettek részt. Viszont 77. szeptemberében Lionel rájött arra, hogy a felesége félrelépett valakivel, és úgy gondolták, hogy itt vége ennek az egésznek, el akarnak válni, viszont ezt békés úton szerették volna tenni, és ezt közölték is a fiaikkal. Ezek után 1978 elején Lionel elköltözött egy közeli motelba. 1978 májusában Dahmer elvégezte a középiskolát és leérettségizett, ám volt egy eset, amikor még a vizsgák előtt az egyik tanára látta Dahmert a parkolóban inni, ugye sört ivott, és oda ment hozzá, és azzal fenyegetőzött, hogy feljelenti. Még igazából nem értette, hogy ezt miért csinálta, és Dahmer azt mondta, hogy nagyon sok problémát tapasztalt otthon, és ezért iszik, de nyugodjon meg, mert az iskola pályaválasztási tanácsadója tudott erről igazából, vagy kimentette magát a helyzetből. És itt jön az a pont, ami számomra kicsit érthetetlen, hogy ezt így miért gondolták, hogy ez jó lesz Dahmernek. Joyce úgy döntött, hogy Daviddel elköltöznek a rokonaihoz, Chippewa Fallsba, pont úgy gondolták, hogy Dahmert nem akarják magukkal vinni, így Dahmer 18 éves korában egyedül maradt, miután 1978. július 24-én véglegesítették a válást, Joyce megkapta a kisebbik fia felügyeleti jogát, és tartásdíjat is fizetett
küldte a Lionel neki, így Dahmer végül egyedül maradt abba a nagy házba 18 évesen. Az első gyilkosságát pár héttel az érettségi után 1978-ban követte el. Június 18-án Dahmer egy Stephen Mark Hicks nevű stoppost vett fel az út szélén, aki az ohiói Chippewa Lake Parkba tartott egy rockkoncertre, és megegyeztek abban, hogy Dahmer elviszi a fiút arra a koncertre, hogyha előtte megállnak nálam meginni egy pár sört, és ebbe a fiú bele is ment. Dahmer akkor érzett szexuális vágyat Hicks iránt, amikor megpillantotta az út szélén, mert ez a fiú akkor felmesztelen volt, de amikor a fiú elkezdett lányokról beszélni neki, rögtön tudta, hogy nincsen esélye, több órányi ivászat, beszélgetés, zenehallgatás után végül Hicks azt mondta, hogy ő már tényleg el szeretne indulni erre a koncertet, mert végül is azért indultak el, mert Dahmer egyáltalán nem akarta, és itt valami nála bekattan, akkor Hicks leült neki háttal egy cékre, egyszer lesújtott rá egy 4,5 kilós súlyzóval, ezek után a súlyzónak a rúdjával, tudjátok, amire felrakjátok a kis súlyokat, így azokat a kör alakúakat, ezek után igazából halára verte a fiút, és megfojtotta, ezek után a fiú ruháit levette, majd megvizsgálta a mellkasát, és a holttest felett maszturbációt végzett. Másnap Dahmer felboncolta Hicks testét a pincében, és ezek után a holttestét egy sekély sírba temette a hátsó kertben, ám később újra feltárta a maradványokat, és lefejtette a húst a csontokról. Oldotta a húst savban, mielőtt ezt az oldatot leöntötte volna a WC-n, a csontokat később összetörte, összezúzta kalapáccsal és szétszórta. 6 héttel Hicks meggyilkolása után az apja meglátogatta Dahmert a házukba, és akkor döbbent rá, hogy igazából a fia ott egyedül él, és egyedül tényleg éli a mindennapjait ott, az anyja nincs ott, senki nem segít neki. És ugyanebben az évben Dahmer beiratkozott az Ohio Állami Egyetemre, ahol úgy gondolta, hogy ő majd ilyen pénzügyeket meg gazdálkodást fog tanulni. Ám inkább mondható kevésbé jó tanulónak, mint jónak. Néhány tantárgy volt, amiben jól teljesített, de többségében nem ez volt a jellemző. És annak ellenére, hogy az apja már befizetett neki 2 félévet, Dahmer végül csak 3 hónapot járt egyetemre. 1979. januárjában Dahmer az apja unszolására bevonult az Egyesült Államok hadseregébe, és többször volt abból probléma, hogy Dahmer ott is alkoholizált, és nyilván ez nem tetszett a feletteseinek sem. De alkalommal az elégedetlensége miatt az egész csoportot megbüntették, ami miatt egy jó nagy verést kapott az újoncoktól Dahmer. Dahmert 1979. július 13-án Németországba küldték tovább katonának, és úgy vélekedtek róla, hogy egy ilyen átlag, kicsit átlag feletti katona volt, igazából semmi különöset nem vettek rajta észre, igazából azon felül, hogy néha alkoholizált. 1981-ben ennek az alkoholizálásnak meg is lett az eredménye, ugyanis Dahmert alkalmatlannak találták a katonai szolgálatra, és elbocsájtották a hadseregtől. Ezek után Dahmer úgy érezte, hogy nem tud visszatérni az apjához Ohioba, és nem tud vele szembenézni, ezek után, hogy őt kirúgták a hadseregtől, és hogy alkoholizál, ezért úgy gondolta, hogy új életet kezd Floridában, Miami Beach-en, és azt mondta, hogy azért, mert ott olyan jó meleg van, először egy csemegeboltba kezdett el dolgozni, és egy motelben lakott, ám minden pénzét alkoholra költötte, és nem tudta fizetni ugye a szoba bérlését, ezért kilakoltatták, ezek után egy szendvicskészítő üzletbe kezdett el dolgozni, ám egyszer beszélt az apjával, aki addig-addig győzködte, még vissza nem költözött végül Ohioba. Miután Dahmer visszatért Ohioba, az apja, illetve a mostoha anyja megpróbálták Dahmert arra rábeszélni, hogy segítsen a házi munkába, míg munkát nem talál. Dahmer ekkor is folyamatosan ivott, és 2 héttel visszatérése után letartóztatták rendbontásért, illetve ittasságért is, és mindezért $60 pénzbüntetést kapott, illetve 10 napos felfüggesztettet. Teli volt a hócipőjük már az apjáéknak Dahmerrel, és úgy gondolták, hogy elküldik Dahmert a nagymamájához, a wisconsini West Ellisbe. Miért a nagymamájához küldték, mert ő volt az egyetlen családtag szinte Dahmer életében, aki felé valamilyen szeretetet mutatott, reménykedett az apja, hogy a nagymamája rá tudja bírni Dahmert egy normális felelősségteljes életre, és valami jó ember tud belőle faragni. Ezben Dahmer nagyon élvezett a nagymamájánál lenni, eljárt vele templomba,
csinálta a házi munkát, segített neki, de továbbra is ivott és dohányzott rendszeresen. Majd ezek után 10 hónapig dolgozott a Milwaukee Blood Plasma Centerben. Elbocsájtották, 2 évig munkanélküli maradt, és ebben az időszakban abból a pénzből élt, amit a nagymamája adott neki. Nem sokkal az elbocsájtása előtt Dahmert személyrem sértésért letartóztatták, ugyanis több mint 25 ember jelenlétében, akik gyerekek, nők, férfiak, mindenki volt, mindenki ott volt, igazából így kitette magát így szépen szólva, ezért pénzbüntetést kapott később Dahmer. 1985. januárjában Dahmert felvették egy csokoládégyárba dolgozni, és úgy volt a munkarendje, hogy este 11-től reggel 7-ig dolgozott mindig, és ebben az időszakban kezdte meg megismerni Milwaukee meleg fürdőit, meleg bárjait, könyvtárait, és újra előjöttek benne ezek a dominanciáról szóló fantáziái, és volt egy olyan incidens, amit egyébként a sorozatban is megemlítenek, hogy Dahmer ellopott egy férfi próbababát az egyik üzletből, és azzal hajtotta végre ezeket a szexuális vágyait, ám nem tartott annyira sokáig, ugyanis a nagymamája egyszer ezt a próbabát felfedezte a szekrényébe, és azt követelte Dahmertől, hogy dobja el. 1985 végén Dahmer elkezdett különböző ilyen fürdőházakba járni, ahol többször is összemelegedett meleg fiúkkal, és aktust létesített velük, ám nem állt meg itt Dahmer, hanem nyugtatókkal megtűzdelt likőröket adott neki, amivel ugye az áldozatai elkábultak, és azt tett velük, amit csak akart, és már a 12. ilyen eset után végül visszavonták Dahmer tagságát, és kitiltották onnan a helyről, mert rájöttek, hogy igazából nem pontosan úgy cselekszik, ahogy itt kéne, és egyáltalán nem tartja be a szabályokat. Nem sokkal ezután, a fürdős esete után, Dahmer olvasott egy jelentést, egy hírt az egyik újságban egy 18 éves fiú temetéséről, és azt állította, hogy ő ki akarta ásni ezt a sírt is, volt egy ilyen fantáziája, és el is ment, ki akarta ásni, viszont túl kemény volt a föld, úgyhogy inkább felhagyott ezzel a tervével. 86. szeptemberében Dahmert újra letartóztatták személyrem sértés miatt, amit egyébként később garázdaságra változtattak, és egy év felfüggesztették, kapott miatta, ugyanis kisfiúk jelenlétében önkielégítést végzett, és azt állította, hogy igazából ő csak vizelt, és nem tudta, hogy ott van valaki más is, de később bevallotta, hogy tényleg bűncselekményt követett el. 87. november 20-án Dahmer megismerkedett egy bárban egy bizonyos Steven Tomival, és fölhívta magához abba a hotelbe, ahol arra az estére bérelt szobát, de nem volt szándékában megölni ezt a fiút, csak el akarta altatni, mellé feküdni, és igazából felfedezni úgy a testét, de nem volt szándékában megölni ezt a fiút, viszont másnap Dahmer, mikor fölébredt, azt vette észre, hogy a fiú mellkasa be volt nyomódva, illetve teli volt kék-fekete zúzódásokkal, mindenhol tiszta kék-lila minden volt, és a szájából vér csorgott ennek a fiúnak, az ő karja is tele volt zúzódásokkal, és igazából ő azt mondta, hogy ő nem emlékezett semmire, el se tudta hinni, hogy így mi történt, teljes igazából homály volt a fejében, hogy most így mit, merre, hogy történt. Dahmer ezzel a fiúval nagyon-nagyon kegyetlenül bánt el, és nagyon, hogy is mondjam, gyomorforgató volt, amit ezzel a testtel tett, miután egy bőrönben elszállította a nagymamájához. Pontosabban fel szeretném nektek olvasni, hogy mit csinált ezzel a testtel. Egy héttel később levágta a fejet, miután ugye elvitte a mamájához, karokat és a lábakat levágta a törzsről, majd lefilézte a csontokat a testről, mielőtt a húst elég kicsi darabokra vágta volna, hogy kezelni tudja. Ezután a húst műanyag szemetes zsákokba helyezte, a csontokat egy lepedőbe csavarta és kalapáccsal szilánkosra törte. A teljes feldarabolási folyamat Dahmernek körülbelül 2 órát vett igénybe. Tommy, ugye ő volt a fiú, összes maradványát a levágott fej kivételével a szemétbe dobta. Ezzel még nincsen vége, ugyanis a fejjel külön járt el és külön foglalkozott, pontosabban Tommy meggyilkolása után összesen 2 hétig Dahmer egy takaróba csavarta Tommy fejét, és úgy tartotta, ami szintén elég bizarr. 2 hét elteltével Dahmer felforralta a fejét Soylex-szel, és ez egy ilyen lúgos ipari ilyen keverék, ilyen mosószer, és fehérítőt is kevert ebbe.
hogy megtartsa a koponyát, amit aztán önkielégítésre használt. Végül a koponya túl törékenyé vált ezzel a fehérítés eljárással, ezért Dahmer porrá törte és ártalmatlanította. A gyilkosság után kezdett el Dahmer tudatosan áldozatokra vadászni, és miután baltatózta őket, azután folytással ölte meg őket. Ez volt igazából az ő módszere, a folytás. Többségében ezekkel a fiúkkal melegbárokba találkozott, és felhívta őket a lakásába. 2 hónappal az előző gyilkosság után találkozott egy férfi prostituáltal, aki csak 14 éves volt. Őt James Dockstatornak hívták, és őt azzal csalta fel a lakásába, hogy majd csinál róla pár képet, de így ennyi. És szexuális aktust is rédesített ezzel a fiúval, mielőtt még a pince padlóján megfojtotta volna ezt a kisgyereket. De már egy hétig a pincében, ugyanúgy, mint Tomit, ott hagyta és nem foglalkozott vele, majd ezek után feldarabolta, és a fej kivételével az összeset kidobta a kukába, a fejet szintén fehérítőbe áztatta, viszont úgy látta, hogy ez nem a legjobb mód a fej tartósítására, így végül ezt a koponyát összezúzta és így ártalmatlanította. 1988 márciusában The Phoenix melegbár előtt találkozott egy férfival, egy bizonyos Richard Guerrero-val, és ezt a férfit felcsalta a lakásába, pontosabban a nagyanyja lakásába. $50 volt igazából a férfinak az ösztönzés, miután bekábította a férfit, a bőr szíjával megfojtotta, orális szexet hajtott végre, igazából már mondhatni a holttesten, és ezek után 24 órán belül, már 24 órán belül feldarabolta a holttestet. A nagyrészt ismét a szemetesbe dobta, a koponyát megtartotta, és majd csak pár hónap múlva törte végül ezt szilánkosra. 88. szeptemberében a nagyanyjának elege lett abból, hogy állandóan alkoholizál az unokája, és különféle fiúkat hoz állandóan föl a lakásba, és még 25-én, de szeptember 25-én Dahmer talált egy egyhálószobás lakást, ám nem sokkal, pár nappal igazából a beköltözése után már le is tartóztatták szexuális zaklatás miatt, ugye egy fiatal fiút szexuálisan zaklatott. Dahmer apja felbérelt egy ügyvédet, hogy ugye bevédesse a fiát, és hogy arra próbáltak rámenni, hogy Dahmernek mi baja lehet. Több pszichológus is megvizsgálta. Ezt szeretném nektek olvasni, hogy itt mit állapítottak meg Dahmerről, ugyanis később nagyon sok pszichológiai vizsgálat alá fogják vetni Dahmert, de szeretném nektek olvasni most itt, hogy pontosan mit mondtak itt róla. Ezek az értékelések rávilágítottak arra, hogy Dahmer mélységes elidegenés érzést hordozott magában. A 2 hónappal későbbi második értékelés feltárta Dahmert, hogy impulzív személyiség gyanakvó másokkal szemben, és megrogyott az életben elért sikertelensége miatt. A pártfogó felügyelője hivatkozott egy 1987-es Dahmer diagnózisra is, aki skizoid személyiségzavarban szenved, hogy ez bemutathassa a bíróságnak. Végül egyébként Dahmer bűnösnek vallotta magát ebben az ítéletben, és bevallotta tényleg, hogy ezt tette, és nem kertelt. 2 hónappal a letartóztatása előtt Dahmer megölte az 5. áldozatát, és őt Anthony Searsnek hívták, vele is egy meleg várba találkozott, viszont vele egészen más volt a helyzet, hogy igazából hogy bánt el a holttesttel. Ugyanazzal a módszerrel altatózta be és ölte meg a férfit, viszont a holttesttel úgy bánt el, nagyanyja fürdőkádjába tette, ott lefejezte és megpróbálta lenyúzni a bőrt a testéről, lefejtette a húst a testtől, a csontokat porrázúzta és a szemétbe dobta, ám ő volt az az ember, akit Dahmer kifejezetten vonzónak talált, és neki már nem csak a fejét, hanem a nemi szervét és acetonba konzerválta, amit ilyen kis tégelybe rakott el, amit később a munkahelyi szekrényében tárolt. Ugorjunk vissza végül erre a szexuális zaklatásos dologra. Ez az egész kb. Januárban történt, majd májusban ezt az egészet folytatták, ezt a tárgyalást. Itt Dahmert 5 év próbaidőre, illetve 1 évet adtak még neki javítóintézetbe, ám 2 hónappal a hivatalos szabadulása előtt feltételesen szabadlábra helyezték. Dahmer 1990 májusában elköltözött abba a lakásba, ahol a további 12 gyilkosságát
követte el, de egyébként szintén magával vitte az előző áldozat mumifikálódott nemi szervét és fejét, és itt se fejezte be, mint mondtam, a gyilkosságokat, a hatodik áldozatát is becserkészt. Raymond Smith volt, 7 altatós italt adott neki, szóval 7 altató volt neki az italába, a férfi megitta, majd Dahmer kézzel megfojtotta, és itt Dahmer nagyon-nagyon érdekesen járt el a holttesttel, ugyanis már sokkal precízebb volt, sokkal jobban odafigyelt a részletekre, már ha megnézzük, majd mindjárt felolvasom nektek, hogy pontosan mit csinált ezzel a holttesttel, hogy mennyire más, hogy és azért látszik úgymond a fejlődés, most ezt ne jó értelemben értsétek, de egyre kevesebb részt pazarolt el úgymond az áldozatokból, úgymond egyre kevesebb részt érzett úgymond feleslegesnek az áldozatokból, próbálta minél több részüket felhasználni. Dahmer vásárolt egy polaroid kamerát, amivel ilyen sejtető pozíciókba fotózgatta le a holttestet, amit később eltett, hogy majd azokon élvezkedjen. Akkor nézzük is, hogy pontosan mit csinált is a holttestet, miután lefotózta. A lábakat, a karokat és a medencét egy vízforralóban főzte meg Soylex-szel, mi lehetővé tette számára, hogy kiöblítse a csontokat a mosogatóban, de már feloldotta Smith csontvázának maradékát a kopanya kivételével, ugye tudjuk, hogy a fejeket szerette megőrizni, egy savval töltött tartályban, később spray festékkel festette Smith kopanyáját, amelyet Sears kopanyája mellé helyezett egy fekete törölközőre egy fém iratszekrényben. És történt egy incidens május 27-én, mikor Dahmer, és most azért mosolygok, ugyanis itt visszaütött azért neki a karma, hogy szintén egy fiút el akart kábítani és megölni, ám végül ő itta meg azt az italt, amit az áldozatának szánt, és ő feküdt ki. És amikor fölébredt, arra eszmélt, hogy a pali kirabolta, a több ruháját elvitte, $300 és egy óráját. Végül egyébként nem tett feljelentést, viszont május 29-én, 2 nappal az eset után felügyelő tisztjének igazából elmondta, hogy őt kirabolták, de azt nyilván nem mondta el, hogy ez pontosan hogy történt, hogy ő volt a szerencsétlen, és ő itta meg azt az italt, amit az áldozatának akart szánni. 1990-ben Dahmer lesújtott a következő áldozatára, Edward Smithre, és ugyanúgy őt is elkábította, majd megfojtotta. Most máshogy akart eljárni a holttesttel, mint mondtam, egyre tapasztaltabb lett, de kísérletezni is ugye így már jobban mert ezt a fehérítős dolgot teljesen elengedte, a csontvázat berakta a mélyhűtőbe, az apropójából, hogy a fagyasztás az majd eltávolítja a nedvességet, ám nem így történt, és Dahmer pár hónappal később levágta Smithnek a fejét, és a kemencébe helyezte, ám nem volt ez annyira jó ötlet, ugyanis a fej felrobbant, és Dahmer nagyon-nagyon dühös volt, és úgy érezte, hogy ez az egész gyilkosság teljesen felesleges volt, és egy részét sem tudta felhasználni a férfinak. Így emlékeztem a megjelenésükre, a testi szépségükre. Én is meg akartam tartani, ha nem tarthatom őket magammal egészben, legalább a csontvázukat megtarthatnám. Ezt egyébként Dahmer mondta, amikor így kérdezgették a lefejezésekről, meg ezekről a tartóztatási folyamatjairól. Mesebb mint 3 hónappal később találkozott Ernest Millernél, egy közeli könyvesboltnál, és rábeszélt, hogy menjen fel vele a lakásába. Dahmer $50 ígért ezért az egészért, majd mikor Dahmer megpróbált orális szexet elvégezni a férfin, azt mondta neki a férfi, hogy ez pluszba fog kerülni, több lesz ugye, mint $50. Majd ezek után Dahmer 2 altatós italt adott a férfinak, itt elég volt csak 2, és amit nagyon-nagyon undorító, hogy azzal a késsel vágta el a férfi nyaki artériáját, amivel az előző áldozatokat boncolta. Egyébként a férfi rögtön elvérzett nyilván. Ugyanúgy szuggesztív polaroid képeket csinált a férfiról, majd betette a fürdőkádba, és levágta a fejét, amihez később beszélt, míg darabolta a többi testrészét, illetve azt csókolgatta. Dahmer Miller szívét, bicepszét és a lábak húsrészeit műanyag zacskóba csomagolta, a hűtőszekrénybe tette, később fogyasztás céljából, nyilván itt már bőven előjött neki nem csak a nekrofiliája, hanem a kannibalizmusa is. A megmaradt húst és szerveket ilyen zselésszerű anyaggá forralta fel, Soylex segítségével, ami lehetővé tette számára, hogy löblít húst a csontvázra, amelyeket ma akar tartani.
A csontváz megőrzése érdekében Dahmer a csontokat enyhe fehérítő oldatba helyezte 24 órára, majd egy hétig hagyta őket ruhán száradni. A levágott fejet először hűtőszekrénybe helyezte, majd lefejtette a húst a csontokról, majd befestette és bevont az ománccal. Szeptember 24-én Dahmer egy bevásárló központba találkozott egy kétgyermekes apukával, David Thomas-szal, akit igazából felhívott a lakására, hogy írnak meg pár italt, illetve készít róla pár képet, Dahmer őt is bekábítószerezte és altatózta, ám végül arra jutott, hogy ő nem is annyira vonzó számára, nem akarta megölni, viszont félt, hogyha fölébred és rájött, hogy ő elkábította a férfit, ugye Davidet, akkor dühös lesz, úgyhogy végül őt is megfojtotta, feldarabolta, és csinált ugyanúgy képeket a feldarabolás minden részéről, viszont szándékosan egyik részét se tartotta meg a testnek, ezt kidobta, a polaroid képeknek a segítségével sikerült később azonosítani David Thomas-t. David Thomas meggyilkolása után nagyjából 5 hónapig nem is ölt meg senkit, ám volt arra példa, hogy itt próbálgatott felcsalni férfiakat a lakására, a pártfogó felügyelőjének gyakran panaszkodott magányról, a homoszexualitásából gyökerező feszültségre, utalt öngyilkosságra is. 21. februárjában Jeffrey találkozott egy 17 éves fiúval, akit Curtis Strouter-t nek hívtak, és ugyanúgy felcsalta a lakásába azzal az indokkal, hogy majd képeket csinál róla. Ugyanúgy bekábítószerezte a 17 éves fiút, hátra bilincselte a kezét, mikor nem látta, és egy bőrszíjjal halára folytotta. A férfit szintén feldarabolta, majd a kezét, nemi szervét és a fejét megtartotta külön. Amár április 7-én találkozott Errol Lindsay-vel, ő egy 17 éves fiú volt, őt is ugyanúgy bekábította, ám neki lyukat fúrt a koponyájába, és sósavat öntött bele, viszont ezek után a fiú fölébredt, és annyit kérdezett Dahmertől, hogy hány az óra, nagyon fáj a fejem, mert ugyanúgy bekábította újra a fiút, majd megfojtotta. Majd lefejezte Lindsay-t, és a koponyáját megtartotta, a bőrét lenyúzta a testéről, ilyen hideg sós vízben tárolta több héten keresztül, és így akarta tartósítani, ám később, mikor azt vette észre, hogy ez a bőr nagyon elkopott és törékeny lett, vonakodva ám, de eldobta. És Dahmer ugye régebben a nagymamájánál él, de mondtam, hogy elköltözött, és ilyen panel lakásszerű házba költözött, és azért ott élnek mások is. Azért egy sorozatgyilkos nem tudja a gyilkosságait azért, hogy is mondjam, ilyen apróbb részletek nélkül elvégezni, amiket még észrevesznek. Tegyük fel, sokszor érezték a rossz szagokat kijönni Dahmer lakásában, láncfűrész hangját, illetve sokszor hallottak például ilyen lepuffanó tárgyakat, hogy ez így mi lehet. Szóltak is, illetve vezetőjének, hogy beszéljen Dahmerrel, hogy ez így nem mehet tovább. Beszélt is Dahmerrel, aki azt mondta, hogy a szagok azért vannak, ugyanis nemrég elromlott a fagyasztója, és a benne lévő dolgok is megromlottak, ezért van ilyen szag, és később is felkereste egyébként az épület vezetője Dahmert, akkor meg arra hivatkozott, hogy meghaltak a trópusi halai, és azért áramlik ilyen nagy bűz a lakásából. 1991. május 24-én találkozott Dahmer egy bizonyos Tony Hodges-szal egy szórakozó helyen, pénzajánlattal csalta fel ugyanúgy a lakásába, elkábította és sósavat fecskendezett az agyába. És itt most ez az injekció és a sósava fúrás elégnek bizonyult ahhoz, hogy az áldozat meghaljon. 91. május 20-a délutánján találkozott egy laoszi tinédzserrel Dahmer, aki még csak 14 éves volt, most abban Konarak Sindhasamphone-nal, és Dahmer tudtán kívül, ő volt annak a fiúnak az öccse, akit még 1988-ban molesztált. Azért hívta föl a lakásába, hogy majd ő ugyanúgy képeket készít róla. A fiú igaz vonakodva, de belement az ajánlatba. Jupózolt is a képeken, majd Dahmer orális szexet hajtott végre a fiúval. Dahmer még a hálószobájába is bevezette ezt a laoszi fiút. Mi érdekes, hogy akkor a hálószobájának a padlóján ott feküdt Tony Hodges holteste, viszont a fiú
nem reagált semmit, ami valószínűleg az altatók hatásának köszönhető. Nem, mert ezek után egy kis lyukat fúrt a laoszi fiú agyába, majd sósavat fecskendezett bele, ezek után leült az áldozat mellé, és megivott pár sört, majd ezek után úgy döntött, hogy felkerekedik, és elindul másholva alkoholt inni, egy bárba ment el, majd a hajnali órákba visszatért, ám azt vette észre, hogy Ton nincs a lakásban, és látta, hogy lent a ház előtt beszélget, vagy hát ott van két nő társaságában. Konarák nagyon-nagyon rossz állapotban volt, nyilván hát azért mik történtek vele. Dahmer azt mondta, hogy ő a barátja, csak túl sokat ivott, nincs semmi baj, és egyébként John Hmong álnéven hivatkozott a fiúra, és azt mondta, hogy ő majd hazaviszi a fiút, hát ő a barátja, és a nők erről lebeszélték Dahmert, és tárcsázták a 9-11-et. Amikor a rendőrök megjöttek, Dahmer viselkedése teljesen elazult, és biztosított arra a rendőröket, hogy ő ismeri ezt a férfit, ő a párja, de ugye ők melegek, és túl sokat ivott a fiú egy veszekedés alkalmával, és még arra is biztosította a rendőröket, hogy a fiú Jack Daniels whiskyt ivott, és azért van ilyen rosszul. Ám a nők nem hittek Dahmernek, és erősködtek, hogy bizony tegyenek valamit, ugyanis ők már ugye panaszkodtak Dahmerre, hogy nagyon furcsa volt, illetve a fiú több helyen vérzett, olyan helyeken, ahol igazából egy sima veszekedés alkalmával nem kellett volna, vagy ha ittas, úgyhogy nagyon-nagyon furcsálták Dahmert és ezt a fiút, hogy most igazából sejtették, hogy van valami, de a rendőrök nem hittek nekik. Után három tűzoltó érkezett a helyszínre, akik megvizsgálták a fiút, és az egyikük úgy látta, hogy be kéne vinni, megnézetni pontosabban, hogy mi történt a fiúval, hogy van olyan súlyos állapotban, viszont a rendőrök azt mondták, hogy nem viszitek őt sehova, és Dahmer egyébként tök jól elcseverészett a rendőrökkel, megköszönte az áldozatos munkájukat, és panaszkodott a környéken az általános bűncselekményekre, ezekre úgy általános, ezekre a kisebbekre, mint ez a rablás, vagy garázdaság, vagy hasonlók, és dicsérte a rendőröket, hogy milyen jó munkát végeznek, és panaszkodott a környékbeli bűncselekményekre. Dahmer fel is invitálta a rendőröket a lakásába, hogy megmutassa, hogy igazából ők tényleg szeretői viszonyban állnak egymással, úgyhogy fel is mentek a lakásába, megmutatta a polaroid fotókat a rendőröknek, amit ugye még a fiúról készített, mikor még eszméleténél volt, és az egyik rendőr egyébként semmi furaszagot nem érzett, viszont az egyik az ilyen furcsa ürülékhez hasonlító szagot érzett a lakásban, ami Tony Hodges holtestéből áradt, körül is nézett az egyik rendőr a szobába, viszont nem talált semmit. Sok olyan dolog volt ott, amivel Dahmer lebukhatott volna, ám nem volt elég körültekintő a rendőr, így nem vett észre semmit. Ezek után ezt a 14 éves laoszi fiút ott hagyták Dahmerre, és egy sima vitaként tekintettek erre az egészre, és úgy voltak vele, hogy csak összevesztek, semmi komoly. Akkor távoztak a lakásból, Dahmer még egy adag injekciót fecskendezett az áldozatának az agyába, és ez már végleg tényleg végzetesnek bizonyult. Másnap viszont kivett egy napot a munkahelyéről, hogy teljes mértékben ennek a 14 éves fiúnak és Tony Hodgesnek szentelje a napját, hogy feldarabolja őket. És 30-án Dahmer egy buszpályaudvaron találkozott egy Matt Turner nevű férfival, aki elfogadta az ajánlatát Dahmertől, hogy majd ő képeket csinál róla, úgyhogy el is utazott Milwaukee-ba, ahol megcsinálta a képeket. Dahmer a szokásos folyamatát használta, vagyis bekábító szerezte a fiúkat, majd megfojtotta és feldarabolta őket, a szerveit pedig műanyag zacskóba, a fagyasztóba helyezte. 5 nappal később, július 5-én Dahmer egy chicagói bárba elcsábította 23 éves Jeremiah Weinbergert, és azzal az ígérettel, hogy vele tölte a hétvégét, ám itt most nem sósavat, hanem forrásban lévő vizet fecskendezett az agyába. 15-én találkozott Dahmer Oliver Lacey-vel, és őt is ugye felvitte a lakására, több szexuális tevékenységet is folytattak, így szépen fogalmazva, és diszkréten, és ő volt az egyetlen áldozat Dahmernek, akinél ma akarta hosszabbítani azt az időt, ameddig ő életben hagyja, mert nagyon élvezte vele a szexuális együttlétet, ám nyilván utána
folytatni akarta ezt a szokásos tervét. Problémába ütközött, ugyanis most kloroformmal akarta elkábítani a fiút, viszont ez nem sikerült neki. Fun fact, egyébként John Wayne Gacy pogobuhóc is kloroformos ilyen kis kendőt nyomott a fiúknak az orra alá, és azzal kábította el a fiúkat, de ez egy kis érdekesség volt. Na, és emiatt, hogy ugye valami más módszert kellett alkalmazni, úgy döntött, hogy nincs így ideje munkába menni, ezért szabadnapot kért aznapra, amit meg is adtak neki, bár másnap ki is rúgták emiatt. Megfojtotta Lacey-t, lefeküdt a holtteste, ennek a szívét és a fejét a hűtőbe tette. A következő áldozat 4 nappal később volt. Az áldozatát József Bradehoft-nak hívták, őt ugyanúgy felcsápította a lakásába, megfojtotta, ám vele eléggé kegyetlenül járt el. Összör 2 napig hozzá se nyúlt, ledőbe csavarva ott hagyta az ágyán, és nem csinált vele semmit, majd ezek után lefejezte, és a fejét a fagyasztóba tette, majd később a törzsével is így tett. 1991. július 22-én Dahmer egy ilyen fiú triónak egy $100 ajánlatot adott, hogy ha lefotózhatja őket, akkor megkapják a pénzt, menjenek fel hozzá, igyanak egy sört. Az egyikük a trióból bele is ment, egy Tracy Edwards nevű fiú, föl is ment Dahmerhez, és rögtön nagyon fura szagot érzett a lakásába, több fura dobozt is észrevett, és amikor oda ment megnézni Dahmer trópusi halait, akkor Dahmer a kezét összebilincselte, és amikor megkérdezte, hogy ez itt most mi, akkor Dahmer nagyon nem is mondott neki semmit, és beparancsolta a hálószobába, ahol képeket csinált róla. Edwards több meztelen férfiről tészre posztrekt a falán, egy hordót is észrevett az egyik sarokban, amiből eszméletlen bűz árat. Dahmer ezután később hadonászott, és azt mondta, hogy ő meztelen képeket akar róla csinálni. Edwards úgy volt vele, hogy oké, nyugodj meg, meg lesz, kigombolta az ingjét, és neki is látta a fotókhoz, de végig volt egy nagyon-nagyon rossz érzése, azt mondta, hogy ha leteszi a kést, akkor megcsináljuk a fotókat. Ezek után Dahmer odafeküdt, vagy ráfeküdt Edwards mellkasára, hallgatta a szívverését, és akkor így megszólalt, hogy meg akarom enni a szívedet. Na, így szólaltak meg a fiúnál a vészharangok, és rájött, hogy nagyon-nagyon gyorsan tennie kell valamit, és ő összerakta a képet, mert rájött, hogy ennek nagyon nem lesz jó vége. Edwards úgy döntött, hogy vagy kiugrik az ablakon, vagy kiszalad az ajtón, de valamit tennie kell, és megkérte, hogy igyanak meg pár sört a nappaliba, ebben Dahmer bele is ment, majd ezek után kérte, hogy használja a mosdót, majd mikor észrevette, hogy Dahmer nem igazán figyel rá, és nem igazán koncentrál arra, hogy ő mit csinál, akkor fogta magát, és kirohant a bejárati ajtón, és sikerült megmenekülnie a lakásból. Olyan 11:30-kor a fiú menekülés közben le tudott inteni 2 járőrt, aki éppen arra járt, és nagy vonalakban elmagyarázta, hogy mi történt vele. A rendőrök is furcsának találták a bilincset a csuklóján, megpróbálták az ő kulcsaikkal leszedni a bilincset a kezéről, ám ez nem sikerült, és végül Edwards is beleegyezett abba, hogy visszamenjenek Jeffrey lakásába, hogy a bilincs kulcsot megszerezzék, úgyhogy visszavezette a rendőröket Jeffrey lakásába. Ám már nem tagadta, hogy ő tette rá a férfire a bilincset, viszont azt nem magyarázta meg, hogy miért, és amikor a rendőrök bementek a lakásba, akkor Dahmer elindult a hálószoba fele, hogy majd ő kihozza a kulcsot az éjjeli szekrényéből ugye a bilincshez, ám az egyik rendőr mondta neki, hogy nem, majd ő bemegy és hátráljon. Ahogy a rendőr beért a szobába, meglátott az ágy alatt egy nagy kést, és ez azért volt lényeges, mert Edwards elmondta, hogy Dahmer nagy késsel fenyegette meg őt. Itt már a rendőr így kezdte kapizsgálni a dolgot, majd az egyik fiókba meglátott polaroid képeket, feldarabolás különböző szakaszairól, és jobban megnéző őket rájött, hogy ezek igaziak, majd ki is ment a nappaliba a többiekhez, és ezt így megközölte, hogy ezek a fotók bizony valódiak. Amikor Dahmer meglátta a rendőr kezébe a polaroid fotóit, neki támadt a rendőrök, ellenállt a letartóztatásnak, ám ekkor a rendőrök erősítést kértek, és az egyik rendőr be is nézett a hűtőszekrénybe, ahol egy fekete férfi levágott feje volt az egyik polcon, és eléggé megbotránkozott ezen az egészen. Házkutatás során 4 emberi fejet, levágott fejet találtak Dahmer lakásában, illetve összesen 7 koponyát, némelyik festett, némelyik fehérített. Volt több vércseppet is találtak a hűtőszekrényének
alján. Találtak két emberi szívet, illetve egy lefagyasztott karizmat is a hűtőszekrénybe. Műanyag zacskókba találtak szerveket is, amit a fagyasztóban tárolt Dahmer. A nyomozók 4 törzset, 2 teljes csontvázat, 1 pár levágott kezet, 2 levágott és megőrzött péniszt és egy mumifikálódott fejbőrt találtak. 57 gallonos tartályba 3 törzset találtak, amik savban oldódtak éppen föl, és több mint 74 polaroid képet találtak Dahmer lakásában a testekről. Utána elkezdődtek a kihallgatások, de ugye mivel, mint mondtam, nem egy ember haláláról beszélünk, ezért elég sokáig tartott együttesen, ezek a kihallgatások 60 órát tettek ki. Dahmer lemondott arról a jogáról, hogy az ügyvédje jelen legyen a kihallgatáson, és mindent bevallott, semmit sem kertelt. Dahmer elmondta, hogy ő nekrofil volt, és többször követett el fajtalanságokat holttestekkel, és azt mondta, hogy azt tapasztalta, hogy azért akarta az áldozatokat többször is a kádjába feldarabolni, és észrevette, hogy az áldozatok vére a halálok után nagyrészt a mellkasukba gyűlt össze, szóval először kivette a belső szerveiket, majd levágta a törzsét, hogy az a vér nyugodtan tudjon lefolyni a fürdőkádba, a lefolyóba, majd azután vette ki azokat a részeket belőlük, amiket nem akart felhasználni. És elmondta, hogy azokat a részeket, amiket nem akart megtartani, azokat általában porrá zúzta, viszont tartósítani spoilexel, illetve fehérítővel szokott. Bevallotta, hogy gyakran elfogyasztott a több áldozatának a máját, bicepszét és combjait, illetve szívét, és ezeket rendesen, mint egy étel úgy fogyasztotta, fűszerezte, puhította minden. Letartóztatása előtti 2 hónapban az ölési arány nagyon megnövekedett Dahmernél, és ezt azzal indokolta, hogy nem tudom, így beindult nála valami kerék, és ez az ölési vágy egyre erősebb lett. Szüntelen és véget nem érő vágy volt valakivel, bármi áron. Valaki jól néz ki, nagyon jól néz ki. Egész nap ezt töltötte ki a gondolataimat. És mikor megkérdezték a rendőrök, hogy miért tartott meg több teljes csontvázat és fejet, akkor elmondta, hogy azért, mert ő egy oltárt akart ebből csinálni, és már el is kezdte ehhez a tervezést. És ezt úgy tervezte, hogy egy fekete asztalra rárakta volna Miller és Lacey csontvázát, és az asztal két végére egy-egy füstölő rudat akart helyezni, majd az asztal felé egy ilyen kék világító gömbös lámpát akart elhelyezni, és ezt egy ablak elé akart állítani. Egy átlátszatlan fekete zuhanyfüggöny borított volna, és elé úgy képzelte el, hogy ő egy bőrkanapéba leül, és úgy nézi ezt az oltárt. És Dahmer megkérdezték az oltár dologról, aki így nyilatkozott. Ez egy olyan hely volt, ahol otthon éreztem magam. Meditációs helyként jellemezném. Ez, ugye itt a letartóztatásra gondol, 6 hónappal később történt volna, akkor ezt teljes egészében megtalálták volna. Egy július 25-én Dahmert 4 rendbeli gyilkossággal vádolták meg, és augusztus 11-ig ennek a száma fölugrott 11-re. Január 13-ára, 92. januárjában már ez fölugrott 15-re. Dahmer pere 92. január 30-án kezdődött, és ami nagyon érdekes, hogy ő ugye bűnösnek vallotta magát, ezzel lemondott a törvényben meghatározott bűnösség megállapítására irányuló tárgyaláshoz való jogáról, tehát nem vitatkoznak arról, hogy bűnöse vagy sem. Itt igazából már csak arról vitatkoztak, hogy Dahmer szenved-e valamilyen mentális zavarban, betegségben vagy sem. A védelem azt mondta, hogy igen, szenved Dahmer valamiben, és kontrollálta őt, nem tudta, mit tett. Ám a másik oldal úgy vélekedett, hogy lehet, hogy van valami ilyesmi betegsége, viszont ennek ellenére Dahmer teljesen tisztában volt azzal, hogy mit tett, és mindig felmérte a helyzet súlyát. Azt tudni kell erről a perről, hogy nagyon-nagyon sokan megvizsgálták Dahmert, és az előző védelmi szakértő azt állapította meg, hogy Dahmer parafil, majd azt, hogy később nekrofil. A védelmi szakértő teljes mértékben azt állapította meg Dahmerről, hogy nekrofil, ám 75%-ban sokkal jobban vonzódott azokhoz az egyénekhez, akik kómában voltak és úgy létesített velük szexuális együttlétet, mint akik már meghaltak. Az utolsó egészségügyi pszichiátra így ezek közül megállapította, hogy Dahmer
nekrofiliában, borderline személyiségzavarban, skizotípusos személyiségzavarban, alkoholfüggőségben, pszichotikus rendellenességben szenved. Megnézzük, ez öt olyan dolog, amiben szenved ez az ember, és ez nagyon durva, ahhoz képest, hogy ez az előző kettő szakértő csak a nekrofiliát említette meg Dahmernél. Február 8-án Dahmert egy újabb igazságügyi szakértő vizsgálta meg, aki arra jutott, hogy Dahmernek nincsen semmilyen mentális problémája, teljesen épp eszű, tudta, hogy mi a jó és mi a rossz. Viszont azt mondta, hogy egy nagyon ravasz és éleseszű emberről beszélünk. A vágya felülkerekedett az elkölcsein, és annak ellenére, hogy ezeket állította Dahmerről, ő is bevallotta, hogy szerinte Dahmer parafíliás. Az ügyészségnek két igazságügyi tanúja volt, ugye az előző, illetve a mostani, ő is azzal érvelt, hogy Dahmer teljesen tisztában volt azzal, hogy mit tesz, nincsen semmi olyan mentális betegsége, és számos bizonyíték van arra tényleg, hogy tisztában volt ezekkel, és hogy felkészült ezekre a bűncselekményekre. És az tény, hogy Dahmer minden ilyen gyilkosság előtt berúgott, és ez azért volt, mert tudta, hogy rossz, amit csinál, viszont csak így tudta elviselni, úgymond ezt a bűnt, hogy ő ilyet csinál, hogyha iszik, mert az elnyomta ezeket a gondolatait. Ennek ellenére ő is elmondta, hogy szerinte is Dahmer parafíliás, és ez nem a saját döntés. Ám ez nem gátolja meg abban, hogy ne mondhassák ki Dahmert bűnösnek. Dahmert parafíliával, kábítószer használati zavarral és skizotípusos személyiségzavarral diagnosztizálta. Ezek után még két mentálhigiéni szakember is megvizsgálta Dahmert, akik arra jutottak, hogy Dahmert egy nagyon nagy düh motiválta, igazából a saját maga ellenérzett dühe, ugye, hogy homoszexuális, és nem fogadták el, és hogy ezt nem élhette igazán meg, és ezt a dühöt folytja bele a gyilkosságokba. Arra a következtetésre jutott, hogy Dahmer súlyos és vegyes személyiségzavara volt, antiszociális, kényszeres, szadista, fetisisztikus, borderline és nekrofil volt, de egyébként jogilag épelmeimnek tekinthető. Szóval ezeknek ellenére ő arra jutott, hogy Dahmer épelmeinek tekinthető jogilag. Dahmert a másik mentálhigiénis szakember így jellemezte. Rátságosnak, kellemesnek mondhatnám az együttlétet vele, varjasnak, jó humorérzékkel rendelkezőnek, hagyományosan jóképűnek, és elbűvölőnek jellemezném. Derűs fiatalember volt, és még mindig az. Egyébként ő nem határozott meg nála egy kifejezett személyiségzavart, azt mondta, hogy szerinte rögeszmés, kényszer és szadista volt, és még borderline személyiségzavart társítana hozzá. A tárgyalás összesen két hétig tartott, február 14-én minden ügyvéd elmondta a záró beszédét, és minden ügyvéd összesen két óráig beszélhetett. Február 15-én az esküdtszék újra összeült, hogy meghatározza az ítéletet, és végül Dahmer 15 pontban bűnösnek találták, és teljes mértékben épelméjűnek találták, mind az összes fiú meggyilkolásával. Ezek után Dahmer kérte, hogy hagyj mondjon egy beszédet, és meg is engedte neki a bíróság, és egy kis szónoki beszédet tartottal elmondta, hogy ő egyáltalán nem vágyik szabadságra, igazából nem ellenkezik a halál ellen, de azt is kihangsúlyozta, hogy ő soha nem a gyűlölet motiválta, és megértette, hogy semmi sem hozhatja vissza az áldozatokat, és megérte, hogy nem fognak neki megbocsájtani, bár abban reménykedett, hogy Isten igen, mert az első két vádpont alapján életfogytiglanul börtönbüntetésre és 10 évre ítélték. A fennmaradó 13 vádpontban életfogytiglanul és 70 év börtönbüntetés járt. A halálbüntetést Graham bíró nem mérlegelhette a büntetés szakaszában, mivel Wisconsin 1853-ban eltörölte a halálbüntetést. Élet kihirdetése után megkérte az apja, illetve az apjának ugye az új felesége a bíróságot, hogy hagyd beszélhessenek privátba Dahmerrel, meg is kapták ezt a 10 percet Dahmerrel, ahol biztatták Dahmert, biztosították őt, hogy mellett állnak és támogatni fogják őt. Dahmert legelőször az első évében egy magánzárkában tartották, ugyanis féltek attól, hogy valami baj eshet, a többi raptárs esetleg meggyilkolja, megveri, bántalmazza, ám egy év után egy kevésbé biztonságos helyre helyezték át, ahol napi 2 órát is kimehetett, és takarította a WC-ket a többiekkel együtt. Börtönben Dahmer kért egy bibliát, és vallásos lett, megkeresztelkedett, felvette a keresztény vallást. 94. július 3-án az egyik raptársa fogkefébe ágyazott borotvával
próbálta átvágni Dahmer torkát, viszont csak felületi sérüléseket szenvedett Dahmer, és amikor telefonon beszélgetett Dahmer az anyjával, az anyja kifejezte aggódását a fia testépségével kapcsolatban, de Dahmer mindig azt mondta neki, hogy őt nem érdekli, történik vele valami, megérdemli, amit kap, és mindenféle büntetést és halált elfogad, amit itt a börtönben kaphat. Dahmer halála 1994. november 28-án reggel következett be, mikor is egy 51 cm-es fémruddal többször beverte a fejét az egyik rabtársa, illetve a fejét többször hozzá is vágta a falhoz. A rab bevallása szerint mindezt azért tette, ugyanis mérhetetlen dű volt a lelkében Dahmer felé, és amiatt, amiket tett, és egyszerűen azt mondta, hogy Isten akarta ezt, hogy ő így cselekedjen, és megbüntesse Dahmert. Az édesanyja úgy reagált, hogy most mindenki boldog, most mindenki örült. Az áldozatok családja vegyesen reagált, volt, aki örült neki, volt, aki nem, mert úgy gondolta, hogy ő már nem szenved. Dahmer azt kérte, hogy ne legyen istentisztelet, és hamvasszák el, és szórják szét a hambait. 95. szeptemberében Dahmer végrendeletének alapján elhambasztották, és a hambait felosztották a szülei közt. A Dahmer apja Lionel írt egy könyvet, amiben Dahmerről is szó van, illetve az áldozatok családját is megemlíti benne, és több áldozat család is beperelte egyébként az apát, ez nagyon érdekes. Volt egy olyanra is példa, hogy mondjuk az áldozatok családja pénzt gyűjtött azért, hogy megvegye Jeffrey személyes tárgyait, amit el akartak árverezni, akat megsemmisítették, ne csináljanak ebből pénz, és ezt tiszteletlenségnek tartották. A 2000-es évek elején Dahmer édesanyja elhunyt, és Dahmer öccse David megváltoztatta a vezetéknevét, és azóta anonim módon él. Valahol nem tudjuk, hol van, mi van vele. Azt a házat, ahol Dahmerék éltek, lebontották, és voltak olyan tervek, hogy oda valami park vagy emlékmű épül az áldozatok miatt, vagy az áldozat tiszteletére, de végül ez soha nem valósult meg. Na hát ennyi lett volna ez a mai videó, nagyon remélem, hogy tetszett nektek, amennyire tud egy ilyen videó tetszeni, megpróbáltam nagyon alapos lenni, és nem csak Jeffrey Dahmert, mint a sorozatgyilkost, mint a Milwaukee kannibált bemutatni, hanem mint Jeffrey Dahmert, az embert, mint egy életutat mutattam be, szóval nem csak a gyilkosságokra koncentráltam, hanem tényleg úgymond egy életrajzot mondtam el nektek, hogy mi, hogy, mit, merre. Ezt direkt így akartam, erről az emberről most rengeteg információ van az egész életéről, nem csak a gyilkossággal kapcsolatban, úgyhogy igazából egy egész életrajzot kaptatok most. Tervezek csinálni egy videót az áldozatok emlékére. Csináltam egy pár hasonló ilyen videót, mondjuk Gary Ridgway-nél valami hasonlót szeretnék az áldozatok tiszteletére elkészíteni, úgyhogy az a videó is hamarosan majd érkezni fog. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek az a videó. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Már Aniz voltam, vigyázzatok magatokra, én hatalmas ölést küldök. Puszi!